Sziasztok! Na, itt vagyok újra. Igen, eltűntem, de ennek oka, hogy meló van ezzel, és a játékcsatornát is alig van időm vinni, nem hogy ezt, úgyhogy bocsika előre is mindenkitől, hogyha kicsit több vlogot szeretnétek, de úgy érzem, hogy ennél többet most nem tudok tenni értetek, mint hogy mondjuk hetente egyszer így bejelentkezem kb, de remélem, hogy azért így is emészthető lesz a dolog. Na, akkor mese-mese mátka, mert ugyanis azért egy hét alatt történnek dolgok, egyrészt, hogy új melóhelyjel mi van, velem mi van, meg úgy unblock így, van egy kis story mégis a számotokra, ami így ezekkel összefügg. Akkor kezdjük talán az elején. Melóhely. A melóhely nagyon jó. Még egyszer a Cambridge Technology Partnersnél kezdtem el dolgozni. Egy nagyon jó pedigrével rendelkező multinacionális IT cég. És többet nagyon nem árulhatok erről, hogy mit csinálok pontosan, mivel, hogyan, merre dolgozom, mert köt a titoktartási szerződés, de lényegében ez egy svájci Cég, akiknek itt Magyarországon van egy úgynevezett NIRSOR vállalata, és akkor ez az iroda, ahol én is dolgozom. Én pedig Service Desk analisztként kezdtem el dolgozni, és is sokat kell tanulnom még, hogy így el tudjam látni a feladatomat, ami egyébként nem egy olyan bonyolult dolog, mert ha lekéne írnom, kb. azt csinálom, hogy a fejlesztők és az ügyfelek, vagy pedig egy másik ügyfélszolgálatos vagy fejlesztői gárdát kötök össze, úgymond, és a különböző ilyen problémákat, eseteket, kérdéseket, kéréseket továbbítom egy eléggé összetett rendszerben. Tehát nagyjából ez lesz a feladatom, és ezt kell megtanulnom. De mondom, tehát az az első hét abból telt, hogy megjöttem az irodába, megmutatták a helyet, mi, merre, meddig, hány méter, és utána egy paksamét anyagot kell átolvasnom, és az egy dolog, hogy át kell olvasnom, de még meg is kell értenem, és meg is kell tanulnom, hogy hogyan kell ezeknek a segítségével dolgozni, és természetesen, hogy egy informatikai cégnél lenni szokott, minden akár napról napra változhat, és új dolgok jönnek, úgyhogy ezekkel is lépést kell tudni tartani. De már így az első hetem végére eljutottam odáig, hogy egy-két program, amivel majd dolgoznom kell már a rendelkezésemre áll, már kicsit dolgozgattam is vele, de csak felügyelet mellett, és akkor a jövő héten majd remélhetőleg az összes többi program is majd megérkezik, és azokat is el fogom tudni kezdeni próbálgatni, és akkor dolgozni már velük, és eleinte még így felügyelettel, aztán utána meg felügyelet nélkül is, és remélem, ahaj, add Istenem, hogy ne, ne rontsak el semmit. De tényleg, tehát az a nehézség, hogy nagyon sok mindent kell így kitölteni, továbbítani, megfelelő helyre beírni, ha ez van, akkor úgy azt oda, ha az ott úgy van, akkor ezt ide, és tehát nem nehéz, csak oda kell figyelni, hogy ne hibázzon benne az ember, de én azért alapvetően egy alapos ember vagyok, és inkább a lassan jár tovább elvet vallom, tehát megpróbálok mindent kellő figyelemmel ellátni a munkatársak azok ki jó fejek, tehát azzal nem lesz gond, és tényleg annyira jó, tehát, tehát szép az iroda, és, és kellemes, jó, 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 jó ott dolgozni. A, a ne, az egyetlen dolog, hogy hát este 6 vagy negyed hét tájékán érek csak haza, reggel 9-től délután 5-ig szól a munkaidőm, de van egy kis flexibilitás, de lényegében 8 órát kell dolgozni, és tehát most kevesebb időm van hogy a foglalkozni a videóban, és amikor hazaérek, akkor is család, kutyák, elintézni valók itthon, és csak utána tudok leülni videókat készíteni, és ebből fakadóan a héten mondjuk a gameplay csatornán azért volt minden nap videó, mert azokat már előre elkészítettem, és most is hétvége van, tehát most is megpróbálok több videót felvenni, amiket majd a következő hét során fogtok látni. Persze, hogyha az adott napon történik valami, például megjelenik az Evolve, ami egyébként ittem figyel mellettem. Eh, hú, ne itt vanni ki is raktam, tehát kedden elmentünk, még munka után gyorsan berongyoltam megvásárolni. Ilyen szép, szép ilyen kihúzhatós dobozka, és akkor így, így, itt van benne a, a, sok CD. Remélem nem esik ki. Kiraktam Facebookra, de hogy valaki odaírta, hogy ja, jó, oda, oda photoshopoltam a kezembe. Hát igen, persze. Na mindegy, de mondom, most ezzel játszok sokat, amikor idő engedi hát így este, de tényleg az van, hogy hazaérek, elintézem a dolgokat, videózom még, és ilyen 10-11 óra tájékán már így leragad a szemem. Hát nem csoda, mert kb. reggel 6 óta vagyok fenn, és akkor az úgy nekem így sok. Főleg úgy, hogy ez az első hetem, tehát így abból a státuszból, hogy itthon vagyok, Hetek, hónapok óta, és akkor úgy nagyjából csak videózom, felkelek olyan 10-11 környékén, leviszem a kutyákat, akkor csinálok videót, kajálok, elmegyek vásárolni, megint leviszem a kutyákat, megint videózok, játszok, hazajön az asszony, belefoglalkozom, vacsorázunk. Tehát ebből átlépni abba, hogy most reggel föl kell kelni, levinnem sokszor a kutyákat, tehát még azelőtt viszem le őket, hogy elmennék dolgozni, és akkor utána be munka, akkor ott 8 óra, ráadásul most ez a 8 óra kőkemény agymunka, mert meg kell tanulni az új dolgokat, és én meg érteni is szeretném azt, amit csinálok, nem csak így gép módjára nyomni a gombot, mert akkor egy csimpánzt is odaültethetnének oda ennyi erővel. Úgyhogy e, így telnek napjam, és akkor utána hazajövök, és úgy állok neki a videókhoz. Mondjuk annyi talán e, még jó lehet ebbe az egészbe, hogy akkor most tényleg nem fogom annyira fosni talán a szót, mint általában, és egy kicsit talán azért, mert fáradtabb is leszek, de e, sokkal e, nyugodtabb, de lényegre törőbb lesz az, amit mondani fogok a videókban. De ez majd kiderül, mondom. De remélem, hogy ettől függetlenül fogok tudni időszakítani mindig a videókra, minden nap. Meg hát ugye a Facebookra is kirakni a dolgokat. De, de úgy tűnik, hogy ez, ez, ez működik, csak meg kell még szokjam. Na és ezzel kapcsolatban még ami így sztori eszembe jutott, az így az utazással kapcsolatos. Ugyanis hát. Az elmúlt évben ugye itthon voltam, amikor még évelején elején állást kerestem, utána Aj, ezt a rohadt autófókuszt kikapcsolom már, na bocsika. Tehát itthon voltam, utána pedig ö, nagyjából négy utca távolságra volt a munkahely, ahova jártam, és hát oda gyalog mentem. Úgyhogy én egy éven keresztül szinte semmit nem békávéztam, meg tömegközlekedtem, hál az Istennek. Úgyhogy most derültékből villámcsapásként ért, hogy az elmúlt egy évben milyen változásokon ment keresztül a rendszer. Busszal megyek a munkahelyemre, és most már a buszok legtöbbsége, egyébként nem is BKV már, hanem BKK. Na, mondom, tehát, így abszolút le vagyok maradva. Tehát a buszok legtöbbje az első ajtós felszállással van indítva, ami azt jelenti, hogy aki felszáll a buszra, az csak az első ajtón szállhat föl, és akkor be kell mutassa a bérletét, jegyét, azt ugye, kezelnie kell ott a buszvezetőnek és leszállni meg az összes többi ajtón lehet, és nem lehet a többi ajtón felszállni, mert akkor gebasz van. És hát ez a semmi gond, én ezt így elolvastam, tudtam, meg már ez azért régebb óta van, tehát nem az elmúlt egy évben vezették be, de az elmúlt egy évben én úgy érzem, hogy a buszok nagy többségére már ezt a szisztémát vezették be. Mindegy, és a busz, amivel megyek, ilyen első ajtós felszállás. De most gyerekek, azt a kabarét, ami tényleg 5 nap telt el, Mióta elkezdtem dolgozni és így buszhozgatni, majdnem minden nap volt valami atrocitás ezen a rohadt buszon. De, de most komolyan, volt dráma, volt kabaré, volt uh, elgondolkodtató dolog, tehát így minden. Na, uh, mik történtek? Mert, mert tényleg, tehát ez így eszméletlen. Felszállok a buszra, szépen leülök megyünk egy megállót, felszáll egy másik emberkel, így bemutatja a bérletét, aztán utána menne is tovább, de a buszvezető szól neki, hogy kedves uram, az igazolványán, az igazolványán, a igazolványa már lejárt, és legyen szíves egy jegyet lukasztani. Erre a csávot elkezd hőbörögni, hogy és akkor előveszi egy jegyet, azt kilukasztja, aztán talán így fogja, és így Öh, neszek abba és így a buszsofőrhöz a kezelt jegyét, hogy azért neki legyen igaza, és ölé legyen a szellemi győzelem. Na erre mi történik? A buszsofőr az kezelte a jegyét, onnan leszarja. De az utasok, ott mellettem két hát idősebb úr, az úgy lecseszte azt az embert, hogy mint a pengős malacot és teljesen jogosan, mert mi ez már? Tehát a lejárt bérlettel próbál fellógni a buszra, amit a buszsofőr jogosan kiszúr. Utána pedig még nekiáll feljebb, és idegesíti a buszsofőrt, és utána még bunkó módon így behajtja neki a jegyét, hogy nesze, és utána menne tovább a dolgára, és akkor úgy kiosztották azt az embert, hogy Uram, mégis mit kézel magáról? Milyen stílus ez? Honnan tanult ezt a bunkó viselkedést? Ne idegesítse a buszsofört! A buszsofőr magáért dolgozik, ha meg idegesíti, akkor az egész busz bajban lehet, mert karambolozik, meg minden, meg magára várunk, meg luggassza ki a kienyét, meg kérjen bocsánatot, és akkor utána a csávó az így behúzta fülét, farkát, én meg ott így ülök, és így... Mhm, uh mhm... -huh. Uh -huh. Tehát így, fantasztikus. A másik, amikor ugyanígy az utasokat sikerült ö, a renitens egyén ellen fordítani a buszsofőr. Tehát, e ezek a szkenáriók vannak. Vagy ö, az utasok fel, fellépnek és meglincselik a renitens utastársat, vagy... Mit csinálnak a kutyák? Remélem semmit. Tehát, vagy a buszsofőr regulálza meg ott helyben, vagy pedig az utas valami bődületes baromságot csinál, vagy valami egyéb ilyen viszmagyar eset történik. Tehát ez volt így az első hetemen, így a busz, buszos kalandom. A kutya az mit csinál most már tényleg? Ugye nem rossz rosszalkodik? Ajánlom neki, hogy nem. Na, akkor ez volt az első eset, amikor az utasok felbőszülnek. Akkor volt második nap, Felszállnak az emberek, mindenki szépen első ajtón jön, és egy ember felszáll szépen a középső ajtón. Na most a buszsofőr beszól a hangos bemondóba, hogy megkérem kedves utastársunkat, hogy az első ajtón szíveskedjen felszállni a buszra. Oké, 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 nem tudom, semmi, a busz áll. Megkérem kedves utastársamat, aki az imént a középső ajtón szállt föl, hogy szíveskedjen az első ajtóhoz fáradni, és ott újra felszállni a buszra, hogy ellenőrizhessem azt, hogy a megfelelő bérlet jegy birtokában szállt fel a buszra. És akkor ott mindenki, aki ott körülötte át, úgy elkezdett majdnem ordítozni vele, hogy szálljon már le! És így, így néztem, hogy te Jézus Isten, hát ez nem volt korábban. És majdnem ott helyben meglincselték az embert, aki utána föl se szállt. Az első hogy hogy szállt és ott maradt. És akkor utána még ott a buszos, hogy felszáll. Nem, akkor viszont látás és elmentünk. És így utána ott még perceken keresztül ott az emberek hőbörögtek, hogy hát milyen bunkó stílus ez, meg miért nem érti, meg mit képzel ez. Tehát így, így, így nagyon durva. Aztán volt olyan is a harmadik nap, hogy a buszsofőr azt mondta, hogy tehát ott nem volt ilyen lincs hangulat, hanem csak annyit mondott, hogy legyen szíves máskor az első ajtót használja, mert lehet, hogy erről nem hallott, de a buszsofőröket megbüntetik 10.000 forintra azért, hogyha nem figyelnek erre oda, és hagyják, hogy máshol szálljanak fel az emberek. Tehát ilyen szempontból a buszsofőrnek is igen kemény felelőssége van. Belegondolva egyébként szerintem nem tudom, tehát hogy kapnak-e ezért bármi bónuszt, hogy lényegében ők bussofőrök, szerelők és kalaúzok is lettek egyben, tehát ők a jegyszedő árusok jóformán, és az ellenőrök az adott buszon de szerintem lehet, hogy akkor kapnak, kaptak ezért 10-20 ezer forint bónuszt, és akkor ha valaki kiszúrja, hogy nem úgy csinálják, akkor ezt levonják tőlük, tehát akkor lehet így jön ez a büntetés, de mondom, ezt nem tudom, tehát lehet, hogy ez teljesen másképp működik. Minden esetre akkor van egy ilyen dolog, hogy a buszsofőröket büntetik, hogyha erre nem figyelnek oda. Na, a második eset, a buszsofőr megy regulázni, a felszáll az utas középen, és nem hajlandó leszállni. A buszsofőr így megáll, kiszáll, és akkor oda megy, és akkor ott ő el a jegyét. És akkor megint az van, hogy kezdve ott az emberek ott az illető körül elkezdenek nagyon véres szemekkel tekinteni az adott emberre, aki nem előszállt föl, és nem volt hajlandó előre mászni. És akkor a szépen a buszsofőr több tűrűp tűrűp és akkor így megy szépen, és ő ráér, ő megcsinálta, amit nekik meg kellett, és akkor ennyi történt. Tehát így, így kész, én meg ott így nézek, hogy így atya úristen, mik vannak itt. És a harmadik eset, amikor ö, atrocitás történik, ö, ugye csak előszállhatnak fel az emberek viszont, van olyan buszvezető, aki nem nyitja ki a hátsó ajtókat addig, amíg elől mindenki föl nem száll. Tehát ez a legbiztosabb, ugye? Viszont aki közben leszeretne szállni, az ilyenkor pánik, 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 nem nyit ki az ajtó, nehogy már tovább haladjon a busz, és akkor mi történik ilyenkor? Normális ember, vagy kivárja, és akkor Látja, hogy a buszsofőr egy direkt csinálta, nem elfelejtette, nem az, hogy nem vette észre, hogy meghibásodott esetleg az ajtó, mert az is előfordulhat, hanem utána ki fogja nyitni, és akkor leszállhat szépen egy pár másodperccel később. Akkor van a másik fajta ember, aki ilyenkor e -e szól a buszok fölnek, hogy uram, 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 legyen szíves ajtó, nyissa ki, haló! És akkor ugye kinyílik az ajtó, és leszáll, és akkor így kicsit főbőrökben megy tovább az ember. Mondjuk tényleg ez így annyira nem jó rendszer, de mindegy. És akkor volt a harmadik eset, amivel én is találkoztam most a héten, az pedig a bunkó paraszt, aki konkrétan elkezd ordítani, hogy nyissa már ki, és közben rúgja a busz ajtaját, de szó szerint elkezdi rugdosni az üvegajtót. És akkor utána a buszsofőrnek kell rászólni, hogy uram, kérem, nyugodjon meg, az ajtót már is nyitom. És akkor ö, legközelebb meg rendőrt hív. Tehát így kész. Tehát, tehát nem tudom, mi, va, mi van az emberekkel. Minden esetre, ez az első busz ez nagyon jó pofa, és... Ö, Felére egy reggeli kávéval, hogyha a reggel megyek, vagy pedig este egy kicsit így ö, még életre lehel, amikor megyek haza, és így látom ezeket a dolgokat. De hát változott a tömegközlekedés ezek szerint. Én jól szórakozom rajta, magam részéről én megveszem a jegyemet, a bérletemet, és akkor én nekem már nincsen gondom ennyi. Egyébként olcsóbbak is lettek egy picit ahogy emlékeztem. Tehát én még két éve vettem utoljára felnőtt bérletet, akkor 10.500 volt, most már csak 9.500-at kellett fizetnem egy havi bérletért, úgyhogy még, még olcsóbb is lett. Na, úgyhogy ezek voltak a kalandjaim, így a BKK-val, ez itt a reklámhelye volt, de mondom, tehát szerintem, hogyha megtanulnának az emberek végre tömegközlekedni is normálisan, és betartanák a szabályokat, akkor fele ennyi problémánk sem lenne. Ö, még egy kicsit akkor, tehát a melóhely az így megy, az jól van, az remélhetőleg meg, meg fogom tanulni minden egyes részét, amit meg kell tanulnom, és ennél fogva azért most jó, jóval fáradtabb is vagyok, de igyekszem mondom így a videóknak teret engedni, mert most így evolv... Jó, jó, ez a játék, csak most a DLC-k miatt nagyon hőbörögnek egyébként az emberek. Egyéb jogosan megjegyzem, mert tényleg egy ennyi szóval brutális, amit így leműveltek, hogy az első nap kb. 15 fajta DLC, és 200 eurót rá lehetne költeni az a játékra. Na de ez majd egy, szerintem majd a játékcsatornán majd még erről ejtek egy-két keresetlen szót. Nem is baj egyébként, hogy most a játékcsatornára a napi egy videó formátumra tértem át. Ha valami nagyon SOS helyzet áll elő így a játékokkal kapcsolatban, akkor esetleg kettő, de a napi egy szerintem mindenki számára tartható. Meg tényleg azt vettem észre, hogy akkor úgy, úgy, úgy mindenkinek így beligazítható a napi rendjébe, hogy Naponta egy csont, és ezt megnézem, és az úgy jó, és arra van elég idő. Ha naponta többet rakok ki, akkor nem feltétlenül nézi meg már mindenkinek, de ugyanakkor benne van az, hogy valamelyik videó érdekli az embert, valamelyik téma meg nem, és akkor csak azokat nézi. És akkor amik érdeklik, akkor egy kicsit később jönnek, de jönnek. De mondom, tehát én nekem most ez így az életem szempontjából optimálisabb, aztán majd még úgy is alakítjuk ezt, mint pupos gyereket a prés alatt. Jól van. Nagyjából most ennyi történt velem. Aztán majd jövő héten, ha újra lesznek események, akkor ismételten jelentkezem. Valószínűleg még sokat fogok így beszélgetni, hogy mi újság a munkahelyen, de tényleg így nagyon tetszik a hely, és tényleg egy jó munkahelyet sikerült megcsípnem, hála az égnek, ahol remélhetőleg, hogy jó sokáig fogok tudni dolgozni és akkor eltartani a családomat. Aztán majd, remélem ez a YouTube-os szekér is tovább gördül, egyébként a januárt, még így meg kell jegyezem, nagyon jól sikerült. Tehát nézettségi fediratkozói rekordot döntöttünk januárban, ezt így elmondhatom, most nem a vlog csatornán, hanem a gameplay vlog csatornán együttvéve és remélem, hogy ez a február ugyanilyen jól fog sikerülni, és hogyha ez így halad tovább, akkor lassan, de biztosan közelítek a felé, hogy a YouTube-ból is már egy olyan bevételforrást tudjak teremteni, amivel akár így egy minimál bért megközelíthetek, de ez még nem most lesz, ez, még azért várni kell pár évet valószínűleg, aztán majd ki tudja, minden esetet tök jó, mennek a dolgok, én pedig akkor elköszönök tőletek, amint lesz energiám, meg mondandóm, akkor ismét jelentkezem, addig is kitartás, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!